Új lakásba költöztek, volt éjfeszisek, a város is támogatta a lakáscserét. Tabletet kaptak az elsősök, a modern és fejlett programokkal könnyebb a tanulás. Újabb kerámiák a Gyugyi gyűjteményben, már 667 darabos a zsolnaipárlat. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják szeptember 7-én szerdán. Tartsanak velünk! Új lakásba költözött két fogyatékos ember. A Baptista Szeretetszolgálat Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye nappali ellátásban részesülő két gondozottja már 2009-ben elkezdte az önálló életet. A bogádi lakóotthonból kerültek egy pécsi szociális bérlakásba. Azonban pár napja elköltöztek. Saját pénzükből újították fel a lakást, a város pedig az új lakhelyet biztosítja számukra. Orsós György éppen a konyhában tevékenykedik, nagy tisztaságot és rendet tart. A szobában a szekrényekben katonás rend uralkodik. Nagyon megbecsüli otthonát, lakótársával Tóka Antallal közösen lakják a másfél szobás uránvárosi lakást múlt péntek óta. Itten még szokatlan, mert itt nagyon nagy csönd, nagyon nagy itt a csönd, és a Lánc utcában ott már megszoktuk, mert ott nagy volt a zaj, és azért jöttünk ide lakni, mert ott nem volt jó lakni, az állandó forgalom, meg ezek miatt. Uh-huh. És akkor ezt hamar meg fogjuk szeretni, mert ez sokkal itt a mi ízlésünknek megfelelően van itt. Van itt tehát kialakítva ez a lakás, és Anti is külön van a lakotársa, meg én is. Orsós György lakótársával még 2009-ben költözött a Lánc utca környékén egy lakásba a bogádi lakóotthonból. Az önálló életvitel megvalósítását a nappali ellátás nyújtó éfeszi és az akkori szociális bizottság is támogatta egy szociális bérlakással. Most az önkormányzat Csizi Péter országgyűlési képviselő közreműködésével a lakás kiutalásával segítette a csere megvalósítását. A lakás felújítást a két sérült ember megtakarított pénzéből sikerült megvalósítani. Támogatott lakhatásnak ez egy kvázi minta projektje, vagy egy pilot projektje lehetett, illetve volt is, mert a támogatott lakhatás előkészítésénél, szakmai előkészítésénél az Országos Fogyatékosügyi Programnál, a lakhatásnál, a csoportnál, szakmai csoportnál meghívtak engem, és ott erre a projektre alapozva építettünk be egy csomó olyan szakmai elgondolást, ami végül is szerepel a támogatott lakhatás intézményében, ami most már két éve működik a törvény alapján. Az Endres György utcában található Baptista Szeretetszolgálat Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye folytatja további gondozottjaik életvitelhez való segítését. Hamarosan újabb fiatalok jutnak önálló lakhatási lehetőséghez. Vendégünk a stúdióban Hári József, nemzetiségi tanács elnöke, illetve a Pécs önkormányzat képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Uránvárosban a Sport és Egészség nappal együtt nemzetiségi pikniket is tartanak majd szeptember 17-én, és hát a nemzetiségi részét önök szervezik. Miket láthatnak majd az érdeklődők, mire készülnek egyáltalán, miért nemzetiségi piknik? Igen, megmondom őszintén, a pécsi nemzetiségek, tegnap volt épp egy ülésünk, ahol beszámoltak a nyári programjaikról. Hát rengeteg programot szerveztek idén-nyáron is, de én úgy gondolom, hogy nem vagyunk eléggé hangosak. Tehát igazából, hogy a saját körünkből nemzetiségenként ott vannak a, mondhatni azt, hogy apra nagyja, de hogy igazából hogy együtt nem jelenünk meg a városba, és ezért az elmúlt időszakban a tanács tagjaival, akik egyébként a önkormányzatok elnökei is, megbeszéltük azt, hogy jó lenne, hogy egy picit így végig rócsoznánk a várost. És az volt az ötletünk, hogy egyrészt a gasztronómiával és a kultúrával, zenével, tánccal próbáljunk valahogy megjelenni különböző városrészeken egy-egy programba, és most az első ilyen kísérletünk, ezért első nemzetiségi piknik is az egészségnap mellett. Uránvárosba adódott egy ilyen lehetőséget, már 5-5-ször rendeznek sportegészségnapot, hogy az ottani szervezőkkel leültünk, még a tavasz folyamán is beszéltünk arról, hogy
mi hoznánk egy nemzetiségi programot erre a sportegészségnapra, hogy összeépíthető ez. Mindamellett ott erre az időszakra, szeptember közepére szomszéd ünnepet is terveztek, ez ilyen főzős, összeülős kis barátkozós program lett volna. Úgyhogy ezt a hármat összekovácsoltuk, hogy a délelőtt folyamán gyakorlatilag délig sportegészségnap tanácsadás lesz majd, és délután pedig erre a feladatra vállalkozók és nemzetiségeink ott helyben, vagy hozott ételből ételkóstolókat rendeznek majd, illetve lehet majd velük beszélgetni, lehet őket majd egy pár gondolatáig megszólítani, és délután pedig egyéb felvezető programok mellett a vállalkozók, akik vállalkoztak kultúrműsorral, azok óvodáskortól felnőttkorig gyakorlatilagban kis táncokkal, zenével, énekekkel fognak majd fellépni, és közben pedig azért nyilván lehet meglátogatni a sátrakat, a kóstolás tovább folyik majd. Este pedig az Abszon zenekar fogadni majd egy utcabált. Ők nagyon, nagyon művelt muzsikát hoznak majd, és bízom benne, hogy megint jó hangulatot teremtenek, és tűzijátékkal ér véget ez a nap. Úgyhogy lesz itt minden egy egész színes kavalkád, és én ennek örülök, hogy azért több fórum, vagy több szereplő is megfér majd ott Uránvárosba. A Mecsekáról az előtt lesz egyébként a központ. Ugye ott felállítunk majd egy színpadot, ott lesznek majd ezek a színpadi rendezvényeink, de lesz ott sportterefere is, jó ebédhez szólanóta is lesz majd a Voke ad majd egy szenzációs kis koncertet. Ez lesz az egyik bázis. A 17 emeletes alatt lesz az egészségszigetünk, ahol elsősorban tanácsadásokat, méréseket fogunk lebonyolítani, és a Szilágyi Leó Parkban pedig lesznek majd a főzések és ezek a kisebb kitelepülések. Úgyhogy ez a három kis bázis ott közel van egymáshoz. Bízom benne, az időjárás is kedvező lesz majd, és sokan látogatják majd a rendezvényt. Nemzetiségek szempontjából Pécs igazán gazdag. Melyik nemzetiségek vállalták, hogy megjelennek ezen az eseményen? Mindegyik, vagy azért sok lenne? Tudják kezelni? Pécset 10 nemzetiségről tudunk, 9-nek van önkormányzata, ugye az ukránoknak nem sikerült a választásokon megjelenni 14-ben. A 9-ből 7 nemzetiség tud majd jönni. A bolgároknak sajnos, illetve a görögöknek ezen napon Beloyanisban van egy országos görög napjuk, ők gyakorlatilag egy külön busszal oda fognak elutazni, ők nem tudtak így ezen a programon részt venni, és az örményeinknek még nem állt össze a program, de a másik 7 nemzetiségünk azokból mindenki egyrészt gasztronómiával is, és valamilyen kis kultúrműsorral fel fog majd lépni. Például a németeket kiemelném, mert ők 3 csoportot is hoznak, az óvodások is ott lesznek majd, a Kokvalér iskola központnak ott lesznek majd a részfúvosa is, és a Lővei táncegyüttes is ott lesz, úgyhogy ők egy nagyon-nagyon komoly, majdnem fél órás programot fognak majd adni. Mi lesz a következő alkalom, ahol ugyanígy meg tudják majd mutatni magukat, hiszen a beszélgetésünk elején azt mondta, hogy nem elég hangosak, nem elég vannak a köztudatban benne. Igen. Az őszi terveink közt szerepel az, hogy, és ezek nagyon komoly tervek, szeretnénk egy nemzetiségi honlapot Együtt élünk címmel elindítani majd, ahol mindenki nyilván megkapja maga a kis fórumát, be tudnak majd csatlakozni azokat, akik esetleg érdeklődőek a sokszínű kultúránk irányába, eljönnének a programjainkra, arról esetleg írnának, megjelentetnének fotókat, tehát ez az egyik nagy projektünk. És el szeretnénk indítani egy nagyon-nagyon komoly vállalkozást. Pécsnek még nincs a nemzetiségekről egy összefoglaló könyve. Úgyhogy szeretnénk idén elindítani egy azonos tematikára épülő, minden pécsi nemzetiséget bemutató könyvet, ami vélhetőleg, hogyha pénzek és a szándékok és az emberek, akik ezt majd bevállalják, jól tudnak majd dolgozni, akkor jövő karácsony környékén ki is tudna jönni. Ez egy ilyen kis nemzetiségi biblia is lehetne a város számára, ahol tényleg a gasztronómiától, az épített kultúrán keresztül, a népviseletig, a táncokig, egy-egy nemzetiségnek a híresebb alkotója, vagy embere, vagy pedagógusa megjelenhetne majd, énekek esetleg, szokások, kalendáriumi észrevételek is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly vállalkozás lenne, nagyon komoly fotós anyag, vagy fotós háttérrel. Ez egy következő vállalkozás, és december 17-én rendezzük meg, ugye 18-án mindig a Nemzetiségek Napja országosan, mivel ez vasárnapra esik, ezért mi 17-én rendezzük majd egy, hát rendhagyónak mondható, hogy nemzetiségek bálját,
ahol minden nemzetiség egy, hát mivel vagyunk 9-en, nyilván egy kvóta szerint rendszerbe hívhatnak meg majd vendégeket, és ott fogjuk majd átadni az idei nemzetiségi díjat is, és az a nemzetiség, akiktől választottunk, most ezért egy kicsit ezt szeretném titokba tartani, akikből javasolhattunk és választottunk idén nemzetiségi díjra felterjesztett professzort, ők adnak majd egy kis műsort ezen a kis bálon vagy rendezvényen. Ezek mindig nagyon-nagyon jó hangulatúak, én tudom, hogy ha németek rendeznek, ha szerbek rendeznek, horvátok rendeznek, görögök rendeznek külön-külön, de most együtt szeretnénk lenni mindannyian. Én bízom benne, hogy egy jó folyamatot indítunk ezáltal el. Így legyen, én köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és sok sikert a munkájához. Köszönjük szépen. Az őszi szüret és a borkészítés időszakában a mustgáz veszélyére figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A mustgázzal kapcsolatos balesetek a boros pincék szellőztetésével, illetve szén-dioxid érzékelők telepítésével megelőzhetőek, mégis évente csak nem tucatszor riasztják emiatt a tűzoltókat, és minden évben áldozattá válik valaki. A mustgáz a szőlő levének erjedése során keletkező szén-dioxid, amely szintelen, szaktalan, a levegőnél másfélszer nehezebb, zárt térben a levegőt kiszorítva a padlótól tölti fel a helyiséget. Aki ilyen mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik, az oxigénhiányos állapotba kerülhet, amely szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált okoz. Aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, írták a közleményben. Harmadik éve az oktatás és tanulás hatékonyságának elősegítésére minden új elsős kisdiák kapott egy tablettet a Baptista Szeretetszolgálat Széchenyi István gimnáziumának Radnóti utcai általános iskolájában. A tabletteken modern és fejlett programok állnak rendelkezésre, így könnyebben és játékos formában kezdődhetett meg a tanulás. A Baptista Szeretetszolgálat Széchenyi István gimnáziumának Radnóti utcai általános iskolájában 2 éve indult el a 2 tannyelvű program. A beiratkozott elsősök heti 5 órában tanulják az angol nyelvet az órarendjük beépítve. Az Egyesült Államokból is érkezett egy tanárnő, aki segíti a munkát, és a nyelvórákon kívül készségtárgyakat is angolul tanulnak a diákok. Az ajándékba kapott tableteket az angol nyelv oktatásában is jól tudják használni a pedagógusok és a gyerekek. Első osztályban rögtön a beiratkozáskor a gyerekeket megajándékozzuk a tablettel. Angol nyelvű játékokat, programokat töltünk fel, ezáltal olyan dolgokat tudnak gyakorolni, akár szabad idejükben, amiket az órán tanultunk. Felső osztályban pedig tanulást segítő játékok, programok vannak rajta. Az iskola fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat 3. éve adományoz az iskolát kezdő minden elsősnek tabletet, hiszen ezekkel az eszközökkel könnyebben lehet a korszerű tanítás módszereit alkalmazni. Természetesen a pedagógusokra emellett kontrolláló szerep is hárul annak érdekében, hogy a tanulók megtartsák az egyensúlyt és kellő mértékben alkalmazzák a tableteket tanulásra és az internet világának megismerésére. Ezek a gyerekek az Z-generáció tagjai. Nyilvánvalóan sok mindent értenek, sok mindent tudnak, csak ami talán a lényege lenne, vagy ami a játék és sok minden más egyéb mellett nagyon fontos, az sikkad el. Nem véletlen különböző projektheteket hirdettek erre az évre, ilyen például az informatikai hét, ezzel is szeretnénk erre fölkészülni. Az idei ajándékkal már 80 diák rendelkezik modern tablettel, így könnyebben és játékos formában kezdődhetett meg a tanulás. Nyomozás indult a pécsi rendőrkapitányságon egy 14 éves lány ellen, aki szeptember 6-án 13 óra körül egy pécsi boltból közel 150 000 forint értékben tulajdonított el kozmetikumokat. A pécsi fiatalkorút a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene lopás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatják a büntető eljárást.
Csütörtökön lesz az olvasás világnapja. Az UNESCO szeptember 8-át az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napjává nyilvánította még 1965-ben. A nap elnevezése hazánkban, mint az olvasás világnapja terjedt el. Az elmúlt években több akciót szerveztek országszerte az olvasás népszerűsítése kapcsán. Ehhez a Pintér kert arborétum idén is csatlakozik. A Tettye városrészben nyugodt és csendes körülmények között olvashatnak a vendégek. Aki könyvvel érkezik, ingyenesen léphet be az arborétumba, és akár több órát is eltölthet a természetben. Szép környezetben, árnyékos fák alatti padokon merülhetnek a könyvek világába az olvasni vágyók. Újabb 13 darabbal gyarapodott a Gyugyi féle zsolnai gyűjtemény. Gyugyi László, Amerikában élő magyar származású műgyűjtő, évek óta rendszeresen adományoz világhírű zsolnai kerámiákat Pécs városának. Ezek pedig a zsolnai kulturális negyedben, a Szikorszky házban kialakított Júlia kiállító térben állandó kiállítás keretében várják a látogatókat. Gyugyi László véleménye szerint ezeknek a műtárgyaknak ott a helye, ahol egykoron gyártották azokat. A világ minden pontjáról, aukciók, árverések során és véletlen rátalálások révén rengeteg alkotás gyűlt össze otthonában. A mostani kerámia tárgyak átadásával a Zsolnai Aranykora című tárlat 667 darabossá vált. Gyugyi úr, Pécs város díszpolgára, a gyűjteményének első 600 darabja még 2010-ben került a városba. Én először viccesen mondtam azt, hogy az épületet bővíteni kell, hogy a tárgyakat tudjanak férni. Most már valóban komoly dilemma, hogy ez a nagyszerű adomány miért olyan tudja a pályafutását folytatni, hogy ehhez megfelelő helyszín legyen, tehát tényleg át kell gondolni a Gyugyi gyűjteménynek a helyszínében, hogyan tudunk még több kiállító teret kialakítani. A helyszín nyilván maradni fog, egy nem vitás. Úgyhogy én szeretném megköszönni egyrészt neki ezt a hihetetlen, önzetlen és nagyon lelkes munkát, amit évek óta kifejt, és kérem a teremtőt, hogy tartsa meg sokáig, mert tényleg ilyen emberekre valóban szükség van. Ezt a magyar kultúrát, a pécsi kultúrát olyan elképesztő módon támogatja ilyen formában, ami egyszer mondom példátlan. Egy rövid időre leállt a jegyértékesítés a vasárnapi PMFC Ferencváros második csapatának bajnoki mérkőzésére, de a piros-feketé klubházában ismét lehet jegyet vásárolni. Igaz, egyszerre maximum csak 3-at vehet egy drukker, tudta meg a PMFC-t működtető Pécsi Sportnonprofit ZRT-től abama.hu. Amint azt a lap már megírta, a vendégszektor hamar betelt, vagyis elkelt az a mintegy 1000 jegy, ami a fradisták rendelkezésére állt. A zöldfehérek azonban nagyobb létszámban jönnének Pécsre. Bár nem engedik be őket a kispadok mögötti részre, ez a terület sem marad üresen. A PMFC teljes utánpótlása, a klub öregfiúi, továbbá a tiszteletjegyes és VIP vendégek is innen tekinthetik majd meg a mérkőzést. Az MLS szabályai szerint egyébként az összes belépő maximum 10%-át kell biztosítani a vendégdrukkerek számára, miután a PMFC stadionjá 5500-an férnek be, a házigazdák eleve ennek a dupláját adták a ferencvárosi szurkolóknak. Iradunk végén főbb híreink röviden. Új lakásba költöztek volt éfeszisek, a város is támogatta a lakáscserét. Tabletet kaptak az elsősök, a modern és fejlett programokkal könnyebb a tanulás. Újabb kerámiák a Gyugyi gyűjteményben, már 667 darabos a zsolnai tárlat. Önök a Pécs TV híradóját látták. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!